A Kamara Erdei részönkormányzat elnökeként mit gondol a következő évről, mik azok a tervek, amik valószínűleg megvalósításra kerülhetnek, és mik azok, amit a megvonások miatt inkább el kell halasztaniuk? Hát az elhalasztás az feltehetőleg a Torockó utca felújítása lesz. Még egyenlőre a közbeszerzést se írtuk ki rá, hát kevés a pénz, ráadásul még a kormány meg is vágta az iparőrzési adó bevételeket, úgyhogy szomorú a helyzet. Amiben bízom, hogy meg fog valósulni, az tavaly kezdődött el, a Méhecske utca és a Vasútsor utca közötti terület csatornázása. A Home Kft. Jóvoltából a csatorna a Tesco-tól átjött a vasút alatt erre az oldalra, az ő leendő telepejükre. Így a környéken élő családi házasoknak is megnyílt a lehetőség azelőtt, hogy szervezzenek egy vízi közműtársulást, és így megoldják a saját területük csatornázását. A Covid-járvány ellenére a munkát ugyanúgy próbálták folytatni, és számtalan fejlesztést azért próbáltak az előző évben is létrehozni. Mikre a legbüszkébb? Hát arra, hogyha másként nem, de e-mailen keresztül működnek a bizottságok, megkapjuk az előterjesztéseket, hozzászólhatunk, és ennek alapján megyünk tovább. Hát most mind tudjuk a polgármester egy szemében, aki vállalja a felelősséget, de azért megkérdezik a véleményünket, tehát nem lesz ez egy olyan borzasztó dolog. Aztán, ha véget ér ez a pandémiás szakasz, akkor ugyanúgy, ahogy a tavaly nyáron történt, szentesítjük a meghozott döntéseket. Mit tapasztalt a járvány első hullámában, illetve a második hullám elején? Itt Kamara Erdőn az itt élők mennyire követték, mennyire tartották be a szabályokat? Hát a szabályok betartása az így rendben van a lakosság részéről szerintem. Hát az első hullám az a véleményem, hogy a kormány elszabta, a másodikról az a véleményem, hogy azt is elszabta, és most így nézünk elő a harmadiknak, feltétlenül ezt is el fogják szabni. Azt mondja, hogy elszabták ezeket az intézkedéseket. Ön személy szerint mit tenne másként? Valószínűleg odafigyelnék a hozzáértőkre, és nem gondolnám azt, hogy én vagyok minden tudás forrása, és a szakemberekre hagyatkoznék, és azt mondják, hogy itt most zárni kell, akkor zárni kell. És ha arról van szó, hogy milyen vakcinákat használunk, akkor hát olyanokat, amit Európában engedélyeznek, és nem kalandoznék, megportyáznék. Szinte mindenkit az oltás, illetve az oltóanyag témája foglalkoztat. Van, aki pozitívan áll hozzá, van, aki pedig inkább elzárkozik, és azt mondja, hogy nem szeretne a vakcina által adott lehetőségekkel élni. Ön mit gondol erről? Hát nem gondolom, hanem tudom, hogy többféle vakcina van. Én azt gondolom, hogy ennek az az előnye, hogy az ember beoltja magát vele, akkor nem fogja ledönteni a lábáról a kór nagy valószínűséggel. Az egyik vakcinánál 95% ez a valószínűség, a másiknál 80, de a semminél mindenképpen több. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az EU által jóváhagyott és elfogadott vakcinákkal jó, ha az ember beoltatja magát. Ön személy szerint be fogja oltatni magát? Igen, én egészen biztosan.